A 2022-es székesfehérvári éves parkolóbérletek a hónap végéig érvényesek. Személyes ügyfélszolgálat csak január 9-én lesz először a parkolási csoportnál, online azonban megválthatók az új bérletek. Ugyanitt lehetőség van az NFC parkolókártyák feltöltésére, a parkolási pótdíjak befizetésére, sőt még az NFC kártyával indított parkolás befejezésére is. Telefonos, valamint elektronikus ügyintézésre ezen a héten is van mód. Személyes ügyfélszolgálat nincsen, vagyis online, telefonosi, illetve e-mailen történő ügyintézésre van lehetőség. Kollégáink a megszokott nyitvatartási időben, annak a kivételével, hogy szerdán nem 6-ig, hanem szerdán 8-tól 3-4-ig. Az új évben megnőtt a fizetős zónák száma a városban. Megszűnt a vasútállomásnál az ingyenes félórás parkolás, és fizetni kell már a Széchenyi út több szakaszán, az Uszodánál, a Berényi úton, a Mikes-Kelemen utcában, a Vörösmarty téren, valamint a Lövölde utcában. A Mikes-Kelemen utcát, a Berényi út 1A, 1B, 1C előtti szervízút és az 1C-hez tartozó parkolók, a Széchenyi út hosszú sétatér, Balatoni út és Horváth István utca közötti szakasza, illetve a Széchenyi út 27-51 szám által határolt társasházak. Az árak átlagosan 9%-kal emelkedtek 2023-ban. A parkolási csoport ügyfélszolgálata január 9-én nyit ki majd újra a Szent Vendel utcában, de a munkatársak azt kérik mindenkitől, a sorbanállás elkerülése miatt, aki teheti, online intézze ügyeit.